412 darab plüssmackó várta a város óvodásait és kisiskolásait a Szőnyi Művelődési Házban február 2-án, a medvenapon. Az időjósló mackók napját Nyikus Annának köszönheti a város, hiszen immár 9. alkalommal szervezte meg idén is a tavaszváró gyermekprogramot. Az idei esztendő medvenapja több tekintetben is újító volt, hiszen ezúttal megjelent a kiállított plüssmackók fanatikus tulajdonosa, Nagy Zsófia is, aki másfél hónapos kisfiával, Varga Noellel érkezett, hogy meglássa, mekkora örömet okoz a komáromi gyerekeknek játékgyűjtő szenvedélye. Nem kellett csalódnia, a gyerekek nagy csodálattal figyelték a pihe-puha kedvenceket. Körülbelül 8 éve gyűjtöm ezeket a medvéket, édesapám és édesanyám is sokat segít, illetve a párom is most már csatlakozott ehhez. Pusztán csak azért, mert nagyon aranyosak, nagyon jó őket fogni, illetve most már a kedves kisfiamnak is egy új élmény lesz ez majd, hogy ő ezekkel tud majd játszani. A 412 mackóról nyilvántartása is van. A legtöbbet jeles napokra kapta családjától, rokonoktól, barátoktól. Utaztatásuk sem egyszerű, egy teljes autó szükséges ahhoz, hogy valamennyi medve kiállításban szerepelhessen. Van két nagyon fontos medve számomra. Az egyik az Triglav, Szlovákiából származik. Ő az első csúcsunk, amit a vőlegényemmel megmásztunk, ami 2604 méter magas volt, illetve van egy portugál medve, amire azért vagyok büszke, mert édesanyámmal Portugáliába a félmaratont futottuk, és ekkor lett vásárolva. Ahány országot már megjártam, onnan mindig hozunk egy-egy medvét. A 412 mackó mellé egy újjal ismét gazdagodott Zsófi, miután egy komáromi kisfiú Bíró Bálint felajánlással érkezett az eseményre. Különleges alkalom miatt, mert hát felajánlani hoztad ezt a mackót, ugye kinek szeretnéd adni? A színpadon lévő macigyűjtő néninek. Miért gondoltad azt, hogy hozol egy ilyen hatalmas ajándékot? Azért, hogy örüljön és több maci legyen. Te is szereted a medvéket? Igen. Szerinted mi a jó ezekben a kis plüssökben? Miért szerethetők? Az, hogy puhák és tök aranyosak. Neked otthon hány ilyen macid van? Hát, nekem nagyon sok maci van, és ezt elvileg a tesómtól kaptam még. Nem fogod bánni, hogy ezt a hatalmas nagy kedvességet átadod? Nem. Nem fog hiányozni? Nem. Jobb örömet okozni? Igen. A medvenap a tavaszvárásról is szól, a Zsebsön együttes dalai ezúttal ismét felcsendültek. A gyerekek a medvenapra nem érkeztek üres kézzel, valamennyien hoztak magukkal egy mackót belépőgyanánt. Füles mackómat most nektek szép meséket.